Sziasztok! Mi itt az Anchor Brothers. Én Tóth alakítom, én meg Lokit. Csak most én más formában vagyok. Most kezdjük is az előadás témánk, ugye maga a Thor Ragnarok film, ami majd ugye november elején érkezik. És azt fogjuk ugye kitárgyalni az előzetesek alapján, hogy vajon mik várhatóak a végtelen háború előtt. Kezdjük is neki. Igen, itt a borító, hogy itt majd megtárgyaljuk az új borítót, ugye, amikor a Comic-Con-nak volt 2015-ös Comic-Con, azt hiszem, akkor ugye más borítóval rendelkezett a Thor Ragnarok, de majd azt is ki fogjuk tárgyalni, hogy vajon miért. Most, miről szólt a Ragnarök? A Ragnarök úgymond egy, a skandináv mitológiában az istenek alkonyát, illetve végzetét jelenti, ahol rengeteg isten hal meg, és egy új világ jön a nagy csata után, ahol minden elpusztul, minden, sok főisten, maga az egész kilenc világ nagy veszélyben van, és rengetegen harcolnak egymás ellen, szörnyek az istenek ellen, illetve istenek ellen, emberek ellen, és szinte minden elpusztul. Ezt jelenti a Ragnarok. Az imént látható képen látszódnak a különböző szörnyteremtmények, illetve ott van a Yggdrasil-fa, ugye a kilenc világnak az egésze, igen, az életfa, és ott van a Jormungand, ugye a Lokinak a kígyó teremtménye, illetve ott vannak a, úgymond a sarokba a vikingek például. Igen, a Ragnarok következménye, amit megmondtam, az új világ megszületése, ugye eljön az utolsó és az első emberpár, találkoznak az élet és az életvágy, hogy újra benépesítsék majd a Földet. Ugye a mitológiában erről szól a Ragnarok. Miről szólt? Majd a Thor Ragnarok. Vajon az istenek pusztulásáról? Illetve a Ragnarokról még annyit kéne beszélnünk, hogy a modern kultúra is felhasználja a Ragnarok történetét. Sok esetben rengeteg képregényben, filmben, játékokban és legfőképp zenében mutatják meg. Például a sarokban az Amon Amarth-nak például az egyik albuma konkrétan a Ragnarokról szól és történéséről. Illetve a leghíresebb játékok például a World of Warcraft-ból például Ragnaros, úgymond egy ősi teremtmény, misztikus teremtmény, ami úgymond a tűzdémonnak a végzett démonát mutatja. Igen, itt láthatjuk az első, úgymond, hogy mondjam ezt? Első pakát, vagy hogy mondjam, hogy tervezték Ragnarokat bemutatni. Itt láthatjátok, a dátum nem stimmel, mivel még annó, még a Pókember például nem volt betervezve, hogy akkor még tárgyalás alatt voltak a Marvel Studios, ugye a Sony-val. Hát már régen kijött volna, jól lett volna látni, de változtak az erőviszonyok, változtak a helyzetek, és ugye bejött Pókember, és akkor csúszott az egész projekt. Mint láthatni, a Marvel Studio-nak a 17. filmje lesz a Thor Ragnarok. Egy igen összetett, úgy mondom, a végtelen háború előtt egy nagyszerű, ugye Doctor Strange-el, vagy a galaxis őrzőivel, Pókemberrel, egyetemben maga a Thor Ragnarok is, meg a Fekete Párduc is azok a történetek, amely a végtelen háború előtt, a nagy boom előtt úgymond megjelenek, és ugye Thornak a harmadik részét foglalja majd magába. Mire számíthatunk Thor legújabb kalandjában az előzetesek alapján? Lássuk csak. Ugye, mint látni, a Thor Ragnaroknak úgymond a stílus irányzata változott, mint láthatjuk, a Galaxis Őrzői 2 és a Thor Ragnarok között hasonló az összefüggés, ugye 80-as évekbeli stílus láthatunk. Ugye Taika Waititi rendezése alatt ugye úgymond a legviccesebb Marvel filmnek szerette volna titulálni, illetve rendezni, ami nem biztos, hogy én számomra, én nem tartom annyira jó dolognak, hogy úgymond egy Ragnarok, hogy az istenek pusztulása
úgymond vidám lenne, de szerintem lehet, hogy végül is mégis csak kihozza azt a egyensúlyt, amire szükség lesz majd a film szerint. Ugye ugyanazt a sírós jegyeket alkalmazzák, mint a Galaxy Sőzős 2, ugye, amelyhez mondja a poén gyár, mint mondtam, fog csatlakozni. Illetve a Csili-Villa jelenetek, ugye például a Szákeli tündöklés is megjelenik ugyanúgy, mint az előző Thor-filmnek, például ugye Asgardnak a bemutatása. Illetve láthatjuk itt, beszéltünk ugye először a bajos jósatról, ugye ami a bosszúálló 2-ben az úton korábban skalátba szorkány ugye vetített Thornak. Ugye mit láthatunk ebben a jelenetben? Például Odinnak a szeme nincs meg, úgy mondva, hogy vak, vagy hogy lehet ezt mondani. Ezt majd lehet, hogy majd a lélek köve, ha talán ő fogja jelenteni, nem biztos, majd meglátjátok, hogy miről beszélünk már később, jelentetik, illetve olyan háttereket mutattak ebben a részben, mint a Asgardnak pusztulása, ugye mindenhol orgiák voltak, henyéltek egymás, olyan, mint amikor a Róma pusztult, már régebben, ugye, olyan, mint a Róma pusztulását mutatta volna fel, legalábbis én ezt félem párhuzamosan, hogy ezt akarjuk mutatni, hogy egykor volt egy birodalom, ugye a római birodalom, és van az Asgard, amely ugye előre látszik, hogy majd fog pusztulni. Nyilván. És ugye helyindán ugye Thor fogja okolni azért az egész helyzet miatt. Igen, itt láthatunk egy úgymond egy mitológiai látványt, ahol a valkírök, vagy valkírek ugye megtámadják Hellát. Ugye észrevethetjük, hogy a Thor és a Thor második részében a sötét világban úgymond úgy kezdődik minden, hogy mint egy meseszűrőn elmesélik az előzményeket. Ugye Thor egyes elején, amikor az jégolásokkal harcoltak a Földön az Asgardiak, illetve Odin, illetve a második részben a sötét elfek ellen, ugye Bor, a Odin apja, illetve vagyis Thornak a nagyapja harcolt a sötét elfek ellen. Szintúgy valószínűleg így fog kezdődni a film is, hogy először bemutatják az előzményt, hogy vajon Hel miért rágott be Asgard ellen, illetve miért küldtek Hel ellen egy sereget, és ez ugye ezt fogja képezni majd a harmadik résznek az alapját, mint a előző filmeknek a előzményei. Itt láthatjuk Hellát, mire előző Hellán, ugye ő úgymond a pokolnak az úrnője, ugye a halál istennője, ez nem feltétlenül kell arra gondolni, hogy ő maga a halál, ezt cáfolhatom, és nagy erővel rendelkezik. Illetve a mitológiában, mint mutatjuk, Lokinak a lánya, ugye félig szörny, és itt láthatjuk majd Valkyrt, aki a Valkyrőknek úgymond a vezetője, és ő vezeti majd csatából úgymond Hel ellen a sereget. De ugye az előzetesek alapján, ahogy láthattuk, ugye elbuknak egy idő után. Hát Hel igazi nagy ellenfél lesz, főleg azért, hogy a Marvel univerzumnak úgymond az első női igazi főgonosza, és mint tudhatjuk, valószínűleg emiatt is ruházzák fel akkora erővel, hogy szinte legyőzni lehetetlen. Ugye, mik a hasonlóságok a további és a részekhez? Leírtam, hogy Loki például száműzi Odint a földre, és elmélyét átmosol. Ugye itt maga például a száműzetésről van szó. Ugye itt mindig előjön Asgardi témába a száműzetés. Ugye Thor 1-ben, amikor Odin száműzi Thort, illetve Thor 2-ben például, amikor úgymond árulást követelt Thor, hogy megmentse Asgardot, ezért ugye az árulók állandóan száműzetésbe keverednek. Itt még például a harmadik részben majd Heimdall lesz valószínűleg száműzve. Azt nem tudjuk, hogy vagy Odin, vagyis Loki száműzte annó, mikor még Odinra volt, Odinként volt átvarázslóval szintúgy, vagy pedig emiatt Thor 2-esbe ugye árulást követette, hogy vajon amiatt készüljön, hogy menekülésre. Ugye a kilenc világ más területét szintúgy felfedezhetjük, ugye részletenként láthattuk a részekbe a világokat, itt például majd Muspelheim majd, vagy a tűzdémon otthona, a szúrtónak az otthona fogjuk látni például, illetve elvileg
vagy például Heimdall fog menekülni, azt lehet, hogy Alfheimet fogjuk látni például. Igen, harmadik része, hogy Asgard még nagyobb bajba kerül, még nagyobb fenyegetettség alá, a karakterek fejlődnek, látszik mind magatartásilag, illetve maga a stílusjegyeket, ahogy hordoznak, ugye. Illetve azt tudni kell, hogy a Vasember és az amerikai kapitány trilógiákhoz hasonlóan Thor is szembesülni kényszerül arra, hogy vajon mit ér a Mjölnir nélkül. Úgyhogy ezt is megtudhatjuk, hogy vajon Thor, mint Isten, egyszer maga vajon mit ér egy maga új, mint Tony Stark a Vasember páncél nélkül, illetve kapitány a pajzsa nélkül. Igen, itt láthatjuk egy fontos szereplő a Doctor Strange-nek, hogy ő is majd szerepet kap, valószínűleg inkább az elején, ugye ő fog segíteni majd Odin megtalálni, de hogy Odinnal utána mi lesz, az fogalmam sincs, hogy megtalálják, hazaviszik egyáltalán, vagy a végén fogják megkeresni, de inkább az elején, ugye még Thor az elején beszélget valószínűleg Doctor Strange, amikor még hosszú hallja. Hogy itt látszik a jelenet, hogy amikor Thor harcol Hela ellen, és egyszerűen széttörő a Mjölnirt, ennek majd lehet, hogy meg lesz maga az oka, hogy miért. Ugye először is mondtam, hogy a Hela az első igazi fő gonosz nőként a Marvel filmes univerzum irányában, de majd azt is majd bemutatjuk, hogy vajon miért tudja összetörni a Mjölnirt. Itt meg ugye, mint beszéltem, a különböző világokat mutatnak be, ugye Szultor a tűzdémon, és ugye valószínűleg az előzményben, ugye Thort le fogja a Hela száműzni a Muspelheimbe, ugye ebbe a világba. Hát elég forró lesz a helyzet. Itt látható Asgardnak állítólagos pusztulása. Itt láthatni a bal sorokban Hela kezében ott van Szultor kardja, amely akkora hatalommal rendelkezik, hogy felgyújthat egész Árost. Viszont én olvastam egy olyat, hogy nem biztos, hogy felégeti, mert ha megnézzük a képeket, ahol már nem épp a úgymond kormosa az épület, megmarad az épület. Viszont ha rombolna, akkor azok le lenne rombolva. Úgyhogy az a felvetés olvastam múltkor, hogy ez a lelkeket veszi el ez a kard. Nem tudom, mennyire igaz, de van háromfajta elmélet, hogy vajon kinél lehet a lélekkő, vagy mi lehet a lélekkő. Majd ezt is meg fogjuk beszélni szintúgy. És ugye ezután a harc után, hogy Asgard elesik, illetve széttört a Mjölnirje Hellát, ugye a Thornak a Mjölnirre, ugye száműzi úgymond őt a szakárra, ahol úgymond egy rasszolgatartó birodalom kerekedik azon a világon, és ugye a vezetője, úgymond a nagymester, aki rokona, illetve testvére a gyűjtőnek, valószínűleg ugye a képregényekből vették át. Ugye a gyűjtőről mit tudunk, ugye a Galaxis Őrzőjében ismerhetik meg, illetve a Thor 2 végén, ugye nála van a valóságköve, az éter, illetve lett volna nála a gömb is, csak ugye az ajkora pusztítást tett maga az a Mjölnirnek, vagy a gömbnek az ereje, hogy inkább a Galaxis Őrző elvitték onnan. Nos, akkor a rokoni szám megvan, de hogy vajon fognak-e találkozni a Marvel filmes univerzum berkein belül, azt nem tudjuk. És ugye itt találkozik Hulkkal, vajon Hulknak az lehetett a sorsa a bosszúállók végtel az úton korában, hogy vagy egyszerűen talált egy féreglyukat, mármint amikor repült, belerepült egy féreglyukba, vagy pedig a szekáriak elfogták ugyanúgy, mint anno Peter Field a fosztogatók, vagyis azok. Igen. Ugye itt Thor ugye kétségbe van esve, ugye a Mjölnir sehol, szinte egy egyszerű sokkolóval ártalmat lindították, és egyszerűen megválasztják őt a hajától, azért mert gladiátornak fogják képezni, hogy a gladiátoroknak ugye az a sorsa, amikor hosszú eljön az ember, akkor szinte ezzel gyalázzák meg az embert,
hogy megszabadítják a hajáton. És így kénytelen majd harcolni Hulkkal, ugye a Hulk a Planet Hulkba, ugye az ő történetét is fel fogják dolgozni, összetalálkozik a két hűs, és majd együtt menekülnek el onnan, illetve segítenek egymásnak. Az infók alapján tudni kell, hogy Dr. Banner éveken át nem változott vissza már mint saját változatában, hanem Hulk maradt, és ez alatt Hulk úgymond fejlődött, mint harcelieg, illetve tud is beszélni már folyamatosan. Itt láthatjuk Lokit, aki állandóan bajt okozza, nem tudhatjuk az okát, hogy vajon miért kereste meg Thort, illetve mit keres majd a Sakaaron. Valószínűleg ugye Hellát, úgymond, hogy Hella kiszabadult, letaszította Lokit a trónról, Loki megkéri testvére segítségét, hogy kerüljenek vissza Asgardba és tegyenek rendet. Itt láthatni a stílus egy szinte egy királyi az öltözéke, illetve italozik úgymond a nagymesterrel az előzetesben, jól érzi magát, mi mindig, de hát állandóan ilyen helyzetbe kerül, itt is megnézhetjük az első kettő részben, vagy mármint a Thor első részében is, második részében is, illetve a bosszúállók részében is, hogy állandóan bilincsben van. Állandóan kihúzza a gyufát, és nem csak nála, hanem a nőknél is. Vajon miért? Állandóan. Loki, tudsz valamit ezt szólni? Olyan jól elhadarod egyedül, inkább hagylak, jó? Na, baszki, mondjál már valamit, te is. Na. Láthatjuk ugye ezt Kürgöt, ugye a harcos, ő majd, hogy mi lesz a pozíciója, arról még nem tudni, viszont találgatások vannak arról, hogy majd Heidának a helyét ő veszi át, ő fogja kezelni majd a Bifrostot, és mikor Hel megjelenik, át kell állnia, ugye, mert hogyha nem áll át, akkor meghal. És valószínűleg, legalábbis a szóbeszédek szerint, ezért lesz majd mellette, de majd a végén valószínűleg a jó fiú lesz. Bocsánat, hogy a spoiler, ezek csak mindennapos hírekben ott vagyok. Ugye itt van a Team Thor, én inkább simán a Team Thorba jelentkeznék, kinek kell kapitány meg vasemben, nem? Hogy amikor ott van hát például, igaz, hogy minket Istenek ez simán szétve, és illetve ott van a hölgy, ugye valaki, ők alkotják úgymond a Thor csapatot, akik a kép alapján visszatért Asgardba, és illetve itt látszódik újból a mitológiai hatás, ugye Fenrir, aki a mitológiában Lokinak a úgymond fia, is megjelenik a filmben, és itt majd Hulkkal fog harcolni. Ugye Fenrirnek ugye a mitológiában az volt a szerepe, hogy Odinnal harcolt, és megölte Odint. Viszont a halála Fenrirnek az volt, hogy a zálkapcsát ugye felfeszítették, Baldur, azt hiszem, hogy Baldur. És valószínűleg a filmben is ugyanez lesz majd a végzet, hogy hát majd a zákocsát meg egyszerűen szétnyúzza, vagy szétnyúzza, széttöri. Itt látható végre már Thor sisakja, ugye az első részben látható volt egyszer, amikor meg akarták királynak választani, és ugye itt látható végre a viselet, ez a gladiátor viselethez tartozik, és elég bedesz azért elhajtogatós például. És ugye a második előzetesnek, a, úgymond a poénos rész, amikor itt beszélgetnek, és megtudtuk, hogy végre Hulk beszél, tökéletes akcentussal, úgyhogy kíváncsian várjuk, és illetve a poén áradozatok is, hogy mit fognak egymással majd vívni. Ugye itt látható Heimdall, ugye vagy száműzték, vagy elmenekült, és ugye a háttér valószínűleg ilyen zöldes, olyan dzsungel, vagy nem tudom. Én inkább Alfheimben, vagy nem tudom melyik világra satszol, én inkább Alfheimet mondanám, mert az előzetesek közben, ugye én megállítottam a videót, és láttam, hogy nők, gyerekek, férfiak is, ugye a négy harcos is valószínűleg, hogy vele fognak menni, ugye menekítette őket Asgardból, kijöttebből, és akkor még a service, ami úgy ott van, és hosszolja. Igen, a téma az, hogy a végtelen kő. Ugye itt már az időköve már tudjuk, hogy a Dr. Strange-nek az agamató szeme, és az utolsó, a lélekköve vajon mi lehet? Ugye
a lélek, vagyis a köveket ábrázoló, vagy tartozó tárgyakból nem élek az elejéből kijön, hogy Thanos, és ugye H betű. Na vajon ki lett az A? Ugye régebben, mint mondtam, Heimdall. Na most már viszont nem biztos, hogy Heimdall fogja alkotni a lélek kövét. Igen, Ghostbusters, ugye biztosan van közben így filmekre így utalás, valószínűleg ez inkább poén része. Thor karakterfejlődése, ugye a Mjölnir, itt látszódik meg, hogy majd mit ér Thor majd a Mjölnir nélkül, hát hogy megmutatja igazán, hogy ő a vihar istene, és lehet, hogy belőle áradt az a erő, amely ugye a Mjölniren keresztül adta az erejét. És ott látszik a jobb alsó sorokban, hogy Thor Odin jogarát is fogja bevetni majd Hela ellen. Hát meglátjuk, hogy majd mekkora sikerrel. De valószínűleg itt meg fog mutatkozni, hogy tényleg Thor mit ér majd a Mjölnire nélkül. Igen, elképzelések, hogy vajon mi lesz majd a Thor Ragnarokban. Még, ugye, vajon Thanos meg fogja jelenni, ez minden szinten biztos. Ugye, valószínűleg a fekete párd nem biztos, hogy fogja azt tartalmazni, hogy Thanos eljön, és legfőképpen majd Thanos jön el majd Asgardba, és majd, hogy miért, hogy mi lesz a célja, valószínűleg a lélekkő, mint fő téma. Itt láthatjuk, vajon Dr. Strange a Mjölnirt újra fogja kovácsoltatni az idő kövével, egyelőre információ erről nincsen, de reméljük, hogy hát onnan azért mégiscsak a Mjölnir egy legendás fegyver. És ez jó lenne, hogy Doki visszahozná a kalapácsot. Igen, a galaxis őrzői. Nem tudom, ki látta úgymond a felvételt a San Diego-i Comic-Con-ról, a végtelen háborúról. Igen, spoiler. Valaki? Senki se látta? Csak te? Akkor nem spoilerezem el. A kérdés az viszont feltevődik, hogy a galaxis őrzői ugye maga a stílusjegyek miatt fognak-e találkozni Thorral, illetve a stáblistás jelenet lesz-e velük? Valószínűleg igen. Visszatérve a lélekkőre, ugye H betűvel kezdődött is, Heimdallról beszéltünk, de mi van, hogyha Hela jelenti a lélekkövét? Ugye Hela a halott lelkeknek az úrnője. Ugye Szúfúr kardja nála van, el tudja venni az embereknek a lelkét, úgymond, amikor megölőj őket. Viszont a harmadik felvetés az, hogy maga a Mjölnir, ugye angolul Hammer, ugye az is felvetés, hogy lehet, hogy az a lélekkő. És mi van, amikor Hela ugye megfogja, és ütik egymást a dolgok, és lehet, hogy a Mjölnirben lenne a lélek. Érdekes fordulat lenne, bár valószínűtlen, inkább Hela meg Heimdall között van ez a kérdés az egészről. Nagyon, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, hát remélem, hogy élveztétek, és valamennyi információt megtudtatok róla. Hát novemberben akkor találkozunk, mi valószínűleg fogjuk ünnepelni mondjuk ezt a filmet, mert ez úgymond a végtelen háború előtt, ez egy akkora film lesz, meg akkora története, hogy ezt fogja kibrobbantani az egészet végül is. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, kellemes napot kívánunk nektek is. Kövessetek minket Facebookon, Asgard Brothers-ként. Köszönjük szépen, sziasztok!